Az MHBHK aktuális helyzetével, feladatrendszerével és a Magyar Honvédség kiképzési rendszerében betöltött szerepével ismerkedtek múlt szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőfokú vezetőképző tanfolyamának hallgatói a Bakony Harckiképző Központban. A résztvevőket Vokla János alezredes, az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka fogadta és mutatta be a katonai szervezet vezető állományát, valamint ismertette a Magyar Honvédség kiképzési stratégiájához és koncepciójához szorosan fűződő feladatokat. A látogatás során a vendégek a Markus és a MALS 2000 harcászati szimulációs rendszer elemeivel is megismerkedhettek. A labdarúgó megye egy szombati játéknapján a Péti MTL látogatott a VBSK otthonába. A vörös-feketék nagy elánnal készültek a szomszédvári rangadóra, a mérkőzést végig kezükben tartva, jó csapategységet mutatva és remek játékot produkálva, végül 5-2-es vereséget mértek a papíron erősebb Péti alakulatra. A Várpalota győzelmét Bogdán István 4 góllal segítette, mellette Dudás rúgta a csapat 5. gólját. Jó kis parázs meccs volt, nagyon sokat köszönhetünk az edzőnek elsősorban, és a csapat hozzáállása 100%-os volt. Annak köszönhetem azt, hogy 4 gólt szereztem. Hát, ahogy ígértem, az elejétől kezdve oda tettük magunkat, amit ígértünk a közönségnek, illetve a szurkolóinknak, és ennek megfelelően már az első félidőben 2-1-re vezettünk. A második félidőre jobban összeálltunk, sokkal több helyzetünk volt az ellenfélnél, illetve azokat gólra is tudtuk váltani, ezért lett az eredmény 5-2. Elégedett vagy a fiúkkal? Mindenképpen elégedett vagyok velük, tudtunk dolgozni csapatként, illetve hát a helyzeteket most gólra tudtuk váltani. Múlt héten is megvolt a helyzetünk, csak a gólokat nem tudtuk belőle. Úgy gondolom, hogy minden érdem a vezetőségé elsősorban, illetve azoké az embereké, akik most jöttek a csapathoz, nagyon gyorsan beilleszkedtek, és nagyon gyorsan megmutatták azt, hogy tudnak jó teljesítményt nyújtani. Akkor ezek szerinted a csapategység volt az a mai napon, ami a javatokra szolgált? Maximálisan, maximálisan. Remek rajtot vettetek, mi a következő cél? Jövő héten fogadjuk az ősküt, szintén szomszédvári rangadó. Őket is ugyanígy várjuk, ugyanebben az elánnal, ugyanígy ebben a hozzáállással. Mindenképpen győzni szeretnénk. Újabb kiki mérkőzésre készült a Várpalotai Bányász együttese a kiesés elleni harcban. Kalós Sándor csapata két idegenbeli mérkőzést követően ezúttal a tabella alsó felében elhelyezkedő Szesed Győr együttesét fogadta a Gágyula Sportközpontban. A vörös-feketék remek hozzáállással és nagy szívvel kézilabdáztak. A csapat végig fegyelmezetten játszva, kiugró egyéni teljesítmények mellett megérdemelt győzelmet aratott. Az előző két fordulóban idegenben játszott a VBSK. A Pécs otthonában bravúros győzelmet arattak a vörös-feketék, a Szentendre viszont nagyobb falatnak bizonyult, így a szombat esti Győr elleni hazai mérkőzést továbbra is a tabella utolsó helyén várta a csapat 9 szerzett ponttal, amiből egyébként 6-ot Kalós Sándor vezetőedző irányításával a tavaszi fordulókban gyűjtött. Soha Gergő találatával ugyan a Bányász kezdte a gólgyártást, mégis a vendégegyüttes melegedett be gyorsabban, és ügyes, gyors támadásokkal folyamatosan előnyben kézilabdázott egészen a 8. percig, amikor is 4-3-as győri vezetésnél a palota is lendületet vett, és zsinórban 4 labdát szerzett. Ez Tolnai 3-szor gólra is váltotta, mellette Tokai volt eredményes, így a 14. percre már 9-5-re a Bányász vezetett. Rosta Miklós időkérése jót tett a Győrnek, szoros emberfogásos védekezésükkel megzavarták a palotai támadásokat, és nagyon hamar visszazárkoztak, sőt a 18. percre kiegyenlítettek. Innen egészen a félidő hajrájáig fej-fej mellett haladt a két csapat, a végjátékban azonban újra a vörös-feketék lógtak meg, és 16-14-es állásnál ők is mehettek nyugodtabban a pihenőre.
Szünet után folytatta magabiztos, jó játékát a VBSK. Egy ideig még tartotta magát a vendég együttes, de rövid időn belül ismét több gólos vezetéshez jutott a hazai csapat. Tolnai, Mazák és Soha kiugró egyéni teljesítményének köszönhetően a 41. percben már 22-18-ra vezettek kalómester fiai, a 47. percre pedig már 5 gól is volt közte. A drukkerek tetszetős, jól befejezett támadásokat láthattak, a lövők mellett a kapuba csereként beállt Szász is szenzációsan védett. A fél idő közepén aztán már szinte menetrendszerűen jelentkeztek a kulcsjátékosokon a fáradás jelei. Az is nehezítette a helyzetet, hogy Mazák összeszedte harmadik kétpercesét, így végleg pihenőre kényszerült. A helyére beálló Nagy András megoldotta feladatát, hiszen a végjátékban 3 gólnál közelebb egyszer sem jutottak a vendégek. A hazai publikum hatalmas buzdításba kezdett, ami újabb lökést adott az erejével szinte teljesen elkészült Bányásznak. Ezúttal a csapat nem engedte ki kezéből a vezetést, és nagyszerű közönsége előtt újabb fontos győzelmet szerzett. A végeredmény VBSK Etószese Győr 32-28. A mérkőzésen döntő szerepet játszott, hogy a félidőben csereként beállt Szász remekül védett. Nagy szerepe volt abban is, hogy a vendégek a megítélt 8-7 méteresükből mindössze egyet értékesítettek. Rajta kívül minden játékos dicséret illeti. Tolnai Péter 9, Mazák Lajos 8 góljával járult hozzá a csapat sikeréhez. Az az igazság, hogy az elején nem tudtuk felvenni azt a ritmus védekezésbe, ami az a játékhoz kellett volna, amit a Győr csinált. Nagyon sok alacsony termető emberük van, de nagyon gyorsak voltak a játékban és meg a cselezésekben is, és hát nem mindig sikerült megtalálni az ellenszerét. Aztán egy idő után próbálkoztunk, az 3-2-1 próbálkoztunk embert fogni. Hát addig csűrtük, csavartuk, amíg egy kapuscserével úgy gondolom, hogy jót léptünk azzal. Nem védett rosszul a Tomi sem, de a Zsolt szenzációsan védett. Igen, és hát az egyéni teljesítmények, az egyéni megmozdulások ma is nagyon-nagyon jók voltak. Hát igen, nekünk nagy szükség van arra, hogy egyénileg kiugró teljesítmény nyújtsanak az emberek, és hát nem tudok nekik már jobban gratulálni, mint ahogy tettem. Minden elismerésem az övék. Volt olyan, hogy egyszerűen már lépni nem tudott valaki, de azért próbált összeszedni magát, és próbált menni, és próbált lejátszani azt a pár percet, ami a végén volt. Ez a kevés csere lehetőség nekünk egy borzasztó erőt igényel, kiveszi a játékosokból az utolsó centet is, úgyhogy reméljük, hogy nem ez volt az utolsó győzelem, minden esetre a közönség óriási volt, és megint ők segítettek abba, hogy azon a bizonyos holtponton úgy tudtunk átkerülni, hogy akkor már volt 4 gól különbség a végén. Ezzel a győzelmével a VBSK ugyan még mindig utolsó a tabellán, de a szerzett 11 pontjával ledolgozta hátrányát, és megkezdheti a lépegetést felfelé a tabellán. A folytatásban nehéz és fontos feladat vár a fiúkra, a Veszprém otthonában kell bizonyítaniuk. Hazai pályán legközelebb április 11-én a listavezető Vác csapata ellen láthatják kedvenceiket a kézilabda barátok. Kedves nézőink, a hírmozaik véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!